Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Békésre. Elmentem volna vonalbejárásra, illetve a 120-as vonalra az átépítés fotózni. Ugye előkészületek, látjátok, megvannak, kamera, több így a powerbankről azért töltő. Csak az a nagy helyzet, hogy nem tudom az autót elindítani, mert az előbb, ugye még amikor elindultam otthonról, akkor még elindult, aztán egy csalókkal odébb megálltam a GPS beállítani, hát nem sikerült, és azóta nem indul el. Azt hiszem, a sok állás alatt lemerült az aksi annyira, hogy most már semmi, úgyhogy egyenlőre segélygépet, azt most várom, tehát most egy másik autóról próbálunk bele annyi életet lehelni az aksiba, hogy megyek vele egy nagy kört, hogy feltöltődjön. Úgyhogy addig viszont nem tudom majd leállítani. Úgyhogy egyenlőre egy minimális fogyasztással próbáljuk megoldani. Egy bikakábellel feltölteni. Úgyhogy én majd jelentkezek később, hogyha lesz valami. De lehet, hogy így a mai túl el fog maradni. Na hát akkor ismét életvezetés, hát végül is gépcsere lett a megoldás, mert annyira nem bírta már az aksi, hogy nem kockáztattuk azt meg, hogy akkor azzal menjek, mert nem biztos, hogy újra fog indulni leállítás után, úgyhogy végül is akkor most egy másik autóval megyek megállni. Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit Szabadkígyósról, vagyis a Szabadkígyós külterületi részén, ahol a vasútállomás van. Most ezt fogom nektek bemutatni. Itt van a felvételi épület, nyertok, a tiszavidéki vasústílusú. És itt néhány éve még az emeleten laktak. Hát most ebben nem vagyok meggyőződve, hogy ez most is így van. És ami miatt ideig eljöttem, az átépítés. Ugye Békés Csaba és Lőkösháza között már épül a vasút. Építik a második vágányt, felújítják a meglévőt. Hát itt az állomás épületben nem tudom, laknak-e meg, hogy megvan-e még a szolgálatban. Azt hiszem, a szolgálat az megvan. Csak ahogy elnézzük, hogy mi újság a nyílt vonalon. És akkor most éppen Lőkösháza fele nézünk. Hát látjátok, négy vágányos állomás, a legszélső vágány a lakodás miatt nincs villamosítva. Arra van az egykori lakodó, hát azt szépen telepakolták most kövekkel. Ez már az átépítésnek a jele. És ez még olyan 2000-es évek elején volt itt egy kisebb felújítás. Itt ezen a szakaszon, és akkor épült ez az SK++30-as veron. De már legalább 10 éve itt nem áll meg semmi. Legalábbis menetrend szerint. És úgy tudom, hogy a peront azt nem is építik vissza most az átépítésnél. Viszont az állomás épület megmarad a Bizber miatt. Majd átnézek még a túloldalra, ahol még a régi váltóállító elhely is megvan, és az ókégyósi tanyák felirat is még látszik az oldalán. Meg is mutatom arra, és ott jobb oldalt a szolgálati lakások vannak, az nem tudom megmarad-e. A másik oldalt látszik az őrhely, ahonnan a sorompót is kezelik. És itt vannak az átépítés jelei. Tehát az átereszeket már csinálják, meg a második vágánynak a helyét takarítják, és itt ezt a rengeteg követ is már a alapanyagnak hozták az új vágánynak. És az ókégyósi gazdasági vasút is, neki ez a túloldalt volt itt a végállomása valahol, és innen csatlakozott be az Alföldi első gazdasági vasútba, és volt egy leágazás a kastély fele. Hát itt meg van egy melléképület még, ami esetleg még érdekes lehet. De nagyjából ennyi, és akkor majd visszafele úton még megnézem a szolgálati lakás meg az őrhelyet is. És akkor most irány tovább két egyháza fele. Ugye itt árulaktár volt eredetileg, meg irodák, ahonnan az árufeladást intézték. És itt már felépült egy GSM-el torony. Ez mellette micsoda, ezt mindig nem tudom. De ez már ugye az új Bizbernek is a része lehet, meg az E1 CS2 maradt befolyásoló rendszer, ez is szükség van a GSM-elre. És hát akkor innen tovább majd. És az emeleti szolgálati lakásokban már nem laknak, hanem a lakókat kiköltöztették, mert hogy ott lesz a Bizber. És hát itt volt még egy elkerített kodó, és onnan távolabb még van egy iparvágány kiágazás. Ide a szembe lévő telepre, de azt már nem nagyon használják. Nagy a szélzaj, de Békés Csaba fele, Szabadkígyós állomás két egyháza felüli. Bizony itt van a csapat, tehát ezt valószínűleg le fogják mondani, a másik, mert pedig a népülyen végül, hogy nem jelenek ennek valamit.
oszlop. Ezek még felállításra várnak itt a leendő második vágány helyén, és még arrafele még egy pár dobnyikő is van, amiket szintén majd beépítenek. Szabad kígyós állomás, Békés Csaba felőli végen. Ja, ott van egy szolgálati lakás, ott pedig egy bakterház, ahonnan a teljes sorompót is kezelik. És itt van egy iparvágány, kiágazás. Hát, láthatóan ezt nem nagyon használják már, tehát tisztára rozsdásos sírkolona. Ott a szemben lévő telepre vezet be. Ezt nem is tudom, mikor használták utoljára, aki az átépítéskor megmaradt, de bár én úgy tudom, hogy megmaradt. Bár nem használják már, mert már nagyon régóta, de be fogják építeni. Ugye felújítva nem lesz, de beépítik a vágányhálót. Aztán persze ez változhat, mire ténylegesen itt az átépítés megtörténik. Még kicsit közelebb megyek, és akkor még fotózom a bakterházat, meg a szolgálati lakást. A szolgálati lakásnak nincs csak elbontani, nem tudom, hogy laknak-e benne, de a távolabb épült a sinektől, úgyhogy az még megúszhatja. És ebben az épületben 4 szolgálati lakás volt. 2 az emeleten, 2 a földszinten. Hát nem tudom, laknak-e még benne. Talán ez volt az utolsó, ahol még laktak. És itt van az Újmond utcafront. Meg a főbejárat, és itt hogy a sufni. Nézzük, mi van itt. Leltári szám, az ki nem maradhat. Nézzétek, egy T4-es gáztűzhely. Hát ez már igazi retro. De az a kredenc is. Így meg egy lehelhűtő. Itt van még 2 kályhacső. Ezek lehettek a csengők? Akkor lehet, hogy 12 lakás volt itt, nem is. Ez már zárva van. És errefele meg már nincs semmi. Valószínűleg kiköltöztették innen is a lakókat, akkor még az is lehet, hogy bontani fogják és nem menekül meg. Vagy valami funkciót szánnak neki, bár azt nem hiszem. Hát pedig ezt igazán meghagyhatták volna a lakásnak, mert igazából nincs el rossz helyen, mert itt a sarkon megáll a busz is. Még hogyha vonatok már is állnak meg. És hát nincs olyan rossz állapotban, hogy ne lehessen lakni. Közművek is be vannak vezetve. Hát igen, 2 TV antenna is van. Ott megy át a busz. És itt, ahogy befordul, rögtön van is egy megállója. Ez viszont, ami most még kuriózum, fővonalon tekerő sorompód. Felújításkor ez menni fog. Itt úgy tudom, hogy sima fénysorompó lesz fél sorompóval, itt nem épül felüljáró. És itt a lakás a másik oldalról. A szolgálati lakások. Ott pedig a régi ölhely, és ez talán megmarad. És itt már nem vannak lakva az új oszlopok is. Ugye hát itt a másik vágányt is egy picivel arrébb kell tenni, ugye a 160-as pályánál. Messzebb kell a 2 vágányt egymástól rakni. Itt az oszlopok úgy állnak, ahogy de ez a vágány is majd kijebb fog menni idővel. A töltés elég széles 2 vágánynak, azzal nem lesz probléma, viszont távolabb kell egymástól helyezni. És ott még látható a régi felirat is. Az állomás régi neve Ókígyósi Tanyák volt.